Izgatottan várják már a gyerekek nem csak a szünidő kezdetét, hanem hogy beköszöntsön a július és mehessenek vitorlázni. Erzsébet is a között a 25 tanuló között van, akik részt vesznek a programon. Örült a hírnek, hiszen szeret a víz közelében lenni. Azért szeretek hajózni, mert amikor a víz közelében vagyok, akkor nem érzem, hogy olyan meleg van. Az iskola igazgatónője meglepődött, mikor az ügynökség felkereste őket és közölték, az intézmény 25 diákját elviszik vitorlázni. Nagyon örültünk neki, mert olyan lehetőség, amit olyan gyerekek kapnak meg, akiknek az életükben még nem adatott meg, és a mai világban már egyre nehezebben is van meg a lehetőségük, hogy ilyenbe részesüljenek. Az SH-s élményügynökség munkatársai szerették volna, ha a gyermekek is részesei lehetnek a vitorlázás élményének. Tudjuk, hogy jelen gazdasági körülmények között vannak olyan gyerekek, akik esetleg nem jutnak el, vagy nagyon ritkán jutnak el, és így adnánk nekik egy élményt, egy igazi kirándulási élményt a Balatonon, illetve a vitorlázással is megismertethetjük őket, tehát ezért is sporthoz is kötődik ez a lehetőség, illetve tényleg egészséges életmódot, tartalmas családi programokat szeretnénk kialakítani, és ebbe a gyerekeket is beszeretnénk vonni. A cég jóvoltából tehát az iskola 25 diákja indul útnak vonattal két kísérő tanárral egyetemben Balatonföldvárra július 21-én. Nem csak az utazás költségét állják a szervezők, hanem ebédet is kapnak a gyerekek. Ezen kívül pedig sétavitorlázás, kézműves foglalkozás és koncertek szerepelnek a programpalettán a második Balatonvitorlás családi nap keretében.